Együttműködő partnerünk a Zöld Pardon. Már vissza is tértük, és itt van mellettem Kobi, azaz Németh Dániel. Sziasztok! Szevasz! Na mi újság? Ezer éve nem láttalak. Azóta most kijött a klipped. Igen, utolsó szó címmel. Szó. Így van, most egy 40 azt perccel... Azt hittem, elfelejtettem? Nem. Csak hogy te tudod-e? Mennyire vagy eladva a médiának, amikor ez igen, ezt már sokszor hallottam, igen. Hát egy 40 perccel ezelőtt még én videóklipet vágtam, úgyhogy siettem hozzátok. Most itt vagyok. Hál' teljes menetfelszerelésben, innen majd még megyek tovább. Ugyanúgy a seregbe. Igen. Úgyhogy pörgés van ezerrel. Fesztivál időszak, készítjük a klippeket, sokat mozgok kamera mögött is most már, nem csak kamera előtt, és igen, most jött ki a legújabb videóklippem, egy tehetséges sráccal, G-Boynak hívják, és ezt hoztam el nektek. Mesélj kicsit a klipnek a kimenetéről, nagyon jó kis helyen forgattátok, azt láttam. Ja, egy bevásárlóközpont előtt, vagy üzlethez előtt, amit most igen, nem mondjunk. Igen. Jó, hát... És erről mi mit szeretnél tudni? A klipnek a képi világáról mesélj egy kicsit. Ezt múltkor is beszéltük, hogy a képi világáért igazándiból nem én felelek, nekem van egy... Nem van beleszólás. Persze. Tehát, nyilván nem önszánta, vagy önszántadból vetted fel azt a kék zakót, ami a képben. Igen, ezt képzeld el önszántamból. Helyes. Szerintem nagyon jó. Nagyon jó kis stílusos ruha. Visszatérve a kérdésedre, a helyszíneket kigondoltam, nagyon minimálra akartam az image részeket venni, szerintem ezzel a háttérrel sikerült is megvalósítanunk, és persze van sztoria, ismételtem, mint ahogy az eddigi klippeimnek is mindig próbálok egy kicsit sztorit adni. Meséljek? Igazándiból... Először, hogy a szám maga miről szól, inkább erről, ebben az irányba menj, ha lehet. A szám... Kobi. A szám... Oké. Mondhatom? Persze. Biztos? Ajaj. Tuti? Ajaj. Oké, megy. Na, a klip üzenete igazándiból annyi, hogy karrier vagy kapcsolat. Ez szerintem nagyon sok embert érint, főleg így a zeneiparban, hogy ha egy olyan párja van, vagy olyan lánya vagy sráca hozza össze a sors, aki egy ilyen pörgős világban tevékenykedik, és inkább a másik fél ugye egy olyan átlag, fogalmazhatok így, átlag közegben él. Ezt a kettőt hogy lehet összeegyeztetni a legkevesebb súllódással? Igazándiból, aki még nem látta, az nézze meg. Aki lát... Itt neki, hogy a világnak. Te, aki majd megmondod, hogyan lehet a kettőt. Így van, tehát ezt boncolgatom a videóklipbe. Igazándiból én is voltam majdnem hasonló szituációban, még nem vagyok ott, ahol a klipnek úgymond a vége van, de hogyha esetleg én is oda kerülök, akkor ez a klip egy úgymond egy tankönyv számomra is, úgyhogy igen, ez az üzenete a videóklipnek. És milyenek voltak a visszajelzések? Abszolút pozitívak. Ez nem most jelent meg, hanem egy olyan pár... Egy pár héttel ezelőtt jelent meg, igen. Eddig nagyon pozitívak a visszajelzések. Kommenteket is most így olvasgattam. Sokat utazok jobbra-balra, így van időm egy kicsit bele-bele nézegetni így a fórumokba. Jók a visszajelzések, úgyhogy a stábbal együtt nagyon örülünk neki, hogy egy jó ütős dolgot tudtunk létrehozni ismételten. Hál' Istennek itt a nyár, fesztivál szezon, ez neked mit jelent? Tehát, hogy inkább a nyaralás, inkább munka, inkább a kettő egyet, vagy inkább csak fellépés? Hát, vagy inkább csak otthon, Xbox és csá? Hát nem, én nem ez a fajta vagyok, aki gondoltam. Xboxozik és otthon várja semmit. Tehát folyamatos pörgés, mint ahogy előbb is mondtam, mostanában egyre többet vagyok inkább a kamera mögött, mint kamera előtt. A stábommal, akivel az eddigi videóklipeket is tető alá hoztuk, ővelük csinálunk rengeteg anyagot így a nyár folyamán. Koncertekre járunk, esküvőkre járunk, és most is csinálunk egy nap. Nem fellépni, hanem ugye forgatni, meg hát videóklipeket is, más formációknak is. Mint mondtam, most is onnan jöttem éppen, úgyhogy megyek is majd vissza. Úgyhogy pörgés van ezerrel. Fellépések is most lesznek ilyen fesztiválok, ahová meghívtak minket, ennek nagyon örülök. Aztán az iskola kezdés után, ez meg már nyár vége, ugye szeptemberben Ukrajnába fogom szórakoztatni a közönséget, úgyhogy ennek is nagyon örülök, hogy így a nyár végére még egy ilyen külföldi kiruccanás is tető alá került, úgyhogy pörgés van. Ez mindig is érdekelt egyébként, hogy amikor nyár van, fesztiválozol, azért nem csak öt ember előtt lépsz fel. Ilyenkor, ez a kérdés most pattant ki belem, ilyenkor a lájkok száma egyébként megnő a Facebookon? Vagy van köze hozzá az élő fellépéseknek? Ha érted a kérdést. Igen, értem. Van, mert
például nem olyan régen voltam egy zenei díjátadó gálán, a szabadtéri verzión. Igen, igen, igen. Igen. És senki nem fogalmazta meg ilyen jól egyébként, úgyhogy imádlak. És azután is rengetegen vették fel velem a kapcsolatot, írtak levelet, meg ilyenek, hogy láttak minket, ott is forgattunk, ott is jelen voltunk a közönség soraiban és a backstage részlegen, tehát olyankor egyből képeket is küldtek nekünk, tehát azért sokkal nagyobb mozgás volt így az oldalon, igen, igen. Aha. De élvezett gondolom az élő fellépéseket, persze. Meg gondolom azért van időd nyaralni is, tehát azért pihensz valamennyit. Alvás közben pihenek, igen, igen. Meg igazándiból nekem ez a kamera mögötti tevékenykedés, úgymond a pihenés, nagyon szeretem így vágni az anyagot, megnézni, hogy mit hoztunk össze, és így kikerekíteni azt, amit később ti láthattok majd. Már nagyon sokszor mondtad, hogy nem tudok emellett a kérdés mellett elmenni, mesélj nekem kicsit ezekről az anyagokról és a blogolásról. Miről? Bocsánat? Bocsánat, igen, mert nagyobb lett egyébként a hangzavar. Közben itt buli van. Az anyagokról és a blogolásról beszél egy kicsit nekünk. De nem olyan anyagokról, tehát... Olyanról nem is tudok mesélni neked, Andris. Igen. Hát most így egy bő két hónapja a nagyon jó barátom, Cash, indított így a neten egy ilyen napi valóságshowt, úgymond, és ott rendre, ha nem is minden nap, de azért minden második nap megtalálható vagyok, és így úgymond betekintést mutatunk így, vagy nyerhetnek így a srácok, a közönség, a lányok a mindennapi életünkbe. Inkább hogy a háttérben mozogsz, nem? Persze benne vagy néha-néha, de elképzelhető egyébként, hogy te így a zenélésből ebbe az irányba mész, hát kicsit a háttérmunka és igen, a technikai... egyébként el tudom képzelni magamat így a háttérben. Még van a színpadon, én úgy érzem, meg a kamera előtt is feladatom, ezt szeretném a közönségnek mi hamarabb tudtára adni, vagy megmutatni, hogy még mit tudok, mi van bennem, és utána természetesen a kamera mögött képzelem el a jövőt. Utolsó zárszóként, Kobi, még annyit mondja el, hogy legutóbb erre beszélgetünk, akkor beszélgettünk a faladról neked, ahol felteszed a milyen céljaid vannak. Igen. Na, azzal januárban. Azzal a fallal mi újság? Lekerültek a cetlik? Kerülnek vagy több le, került? Kerülnek le, és most nem akarok butaságot mondani, szerintem pont fele. Igen. Úgyhogy nagyon örülök neki. Ez jó is, hogy eszembe jutottad egyébként, igen. Most nem szedtem le jó ideje róla a dolgot, de most úgy néz ki, hogy tető alatt van megint egy kisebb cetli. Na, pont ezt akartam kérdezni, ha van valami új, akkor azt áruld el nekünk. Nem, ezt az oldalaimon, ahol engem nyomon lehet követni. Hogy promózza magát a srác? Ott szoktam ezeket megosztani. Na, mesélj, akkor milyen oldalaid vannak? Hát most mit mondjak, a fontosabb közösségi oldalakon megtalálható vagyok természetesen. Most címet is mondják? Persze. Hát ugye a facebook.com/ddkobiofficial, aki egy kicsit is tud angolul, az ezt a kiejtés szerint már be tudja gépelni. Szuper, Kobi, tényleg utolsó kérdésem, aztán hagylak menni, jó, pihenni. Amióta megy a fixamere, mindig mindenkitől megkérdezem zenésztől, énekestől, hogy te mire kelsz fel reggel, milyen zenére? Én mire kelek fel? Nem zenére, én a szomszédomra. halálkomoly. Egy kisgyerek, vagy egy nagy család lakik mellettünk, és mindig arra kelek, de halálkomoly. Az, hogy a kezeddel így... Nem, semmi, mert igazániból máshonnan hallom, tehát nem közvetlenül a falam mellől, de olyan hangos, hogyha azt hallom, tehát arra kelek, de tényleg. Papi, örültem neked. Én is, ne siessél sehova, hiszen jönnek majd a pompomlányok. Ja igen, azt mindenképp megnézzük. Megnézzük, de köszönöm szépen, hogy én itt voltál. Én köszönöm a lehetőséget, nektek is. Sziasztok. Úgyhogy ne felejtsétek el, hamarosan folytatjuk, jönnek a pompomlányoknak az előadása. Hoppá! Tired.